Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatel televízió híradóját látják, Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felhatalmazás. Átvették megbízó leveleiket Szekszárd megválasztott önkormányzati képviselői. Vállalkozói fórum. Az online marketing hatása a piacra. Dombóvár. A labdarúgó EB szurkolói sátorban kicsik és nagyok együtt drukkoltak. Mesterséges intelligencia, mint alkotótárs. A június 9-én megválasztott szekszárdi helyi önkormányzati képviselők, továbbá nemzetiségi önkormányzatok tagjai számára adtak át megbízó leveleket a polgármesteri hivatalban. A helyi képviselő testületbe 11 politikus delegálnak a kormánypártok, 3-at az Éljen Szekszárd Egyesület, 1-et a Mi Hazánk Mozgalom. Átvették megbízó levelüket az októbertől kezdődő következő önkormányzati ciklusra Szekszárd megválasztott képviselői. Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP győztes polgármester jelöltje azonban már korábban megkezdi a munkát, hiszen a vármegyeszékhelynek eddig nem volt polgármestere. Június 27-én vár ránk az a közgyűlés, amelyen a polgármesteri eskümet leteszem, és azt követően várhatóan július első napjaitól tudom polgármesteri tevékenységemet már itt a hivatalban folytatni. Ez tényleg egy speciális helyzet, hiszen Szekszárd most jelenleg az egyetlen település Magyarországon, melynek nem volt polgármestere, és itt most egy korábbi időpontban, már a napokban az új polgármester megkezdheti azt a munkát, amely október 1-től az új képviselőtestület tagjaival fogja majd igazából a következő évek arculatát, programját, terveit, elképzeléseit meghatározni. A megválasztott polgármester úgy fogalmazott, hatalmas sikert arattak, ami azonban nagy felelősséggel jár. Ez a nap, ahogy ugye kezdtem mondandómat, még az örömé, de holnapi naptól most már kifejthetjük, elmondhatjuk, hogy tényleg egy olyan munka vár ránk, mely remélhetőleg Szekszárdot egy nagyon szép jövő elé fogja állítani. A jelenlegi képviselők személye és összetétele garancia arra, hogy egy békés, együttműködő következő éveket tervezünk, és itt, ahogy a nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel, tagjaival is már is egy jó hangulatú eszmecserét folytattunk, én azt gondolom, kiváló emberek kerültek be valamennyi olyan testületbe, amely Szekszárd életében a következő években fontos szerepet fog játszani. Berlinger Attila megköszönte valamennyi szekszárdinak, hogy elment szavazni. Koller Tamás a kormánypártok színeiben a 2. számú egyéni választókerület jelöltjeként jutott be a testületbe. Először is köszönöm a bizalmat a választóknak. Köszönöm a bizalmat és a felkérés polgármester úrnak, hogy felkért, hogy a csapata része legyek, és nagy várakozással nézek a jövő elé, és bízom benne, hogy egy sikeres munkát tudunk végezni, így, hogy mind a 10 választókerületben tudtunk nyerni, így egy egységes képet tudunk megmutatni, azt gondolom, majd a közgyűlésbe is magunkról, és ki tudunk állni közösen a városért. Janó Attiláné a 7. számú egyéni választókerület megválasztott képviselője. Háláját fejezte ki a szekszárdi választók bizalmáért. A lakókörnyezetéért jelenleg is aktívan dolgozik, meghallgatja a helyiek kéréseit. A zöld területeknek a rendbetétele az rendszeresen érkezik hozzám, meg akik ugye ismernek, azok tudják, hogy milyen módon érnek el és jelzik, hogyha például valahol magasabb a fű, vagy csatornafedelet kell helyretetetni, vagy most például a külterületeken egy mozgóbolt tervem van, illetve nem is mozgóbolt, hanem valamivel könnyebbé tenni az ott lakók, idősebbek életét, akik nem tudnak beutazni a városba, de nekik is szükségük lenne a helyben friss kenyérre akár, vagy tejre, ami ugye a mindennapi élethez szükséges. Az ünnepélyes alkalmon a szekszárdi roma és német nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői is megkapták megbízó leveleiket. Harmadik alkalommal rendeztek Hőgyészen üzletember találkozót. Az esemény a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott projekt keretében valósult meg. Hornok Jenő, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési vezetője elmondta, azért hozták létre a rendezvényt, hogy bemutassák a térség vállalkozásainak, milyen marketing lehetőségek állnak rendelkezésre. Megteremtsük azokat a feltételeket, ami a adott esetben egy partneri kapcsolat kialakulásához szükséges, és azt gondoltuk egyébként, hogy ezt kicsit megfűszerezzük egy kis elméleti
tudással, de gyakorlatorientált tudással, és ugye az értékesítés, online marketing, hogyan adjuk el magunkat, témaköröket boncolgatjuk, és gyakorlatilag ugye így kapcsolódik az üzleti találkozóhoz, ugye ez az elméleti háttér. A visszajelzések alapján van igény a további programok megtartására. Továbbra is az a célunk, hogy kicsit előmozdítsuk a vállalkozások közti kapcsolatépítést, együttműködések kialakulását, létrejöttét, és ebben szeretne a kamara partnerként közreműködni. Az előadások témája többek közt az online marketing bemutatása, illetve a piacvezetés. A mai előadás az gyakorlatilag az értékesítési lehetőségekhez kapcsolódik. Olyan megoldásokat próbálunk felvillantani a vállalkozások számára, amik minimális költséggel járnak, ugyanakkal nagy haszonnal kecsegtetnek. Az elmúlt időszakban számos vállalkozói fórum tájékoztató előadás valósult meg. A programsorozatok célja a vállalatok közötti kapcsolatépítés, együttműködések, valamint a partneri összeköttetés elősegítése. Június 19-én kísérték végső útjára Barina Józsefet, a tolnai kajakkenu esemesteredzőjét. Családtagok, rokonok, barátok búcsúztak tőle a tolnai temetőben. Versenyzőit hozzásegítette számos országos és nemzetközi dobogós eredményhez. Nem csak a kemény sportolói munkára, hanem a lázatra, tiszteletre és szorgalomra is nevelte növendékeit. Barina József hosszantartó betegség után június 4-én hunyt el. Június 16-án egy nő kért segítséget telefonon Hőgyészen egy magatehetetlenül fekvő kerékpároshoz. A kiérkező rendőrök a Széchenyi utcában találták meg a sérült férfit, aki nem mutatott életjeleket. A bejelentő addigra már telefonon felvette a kapcsolatot a mentőkkel, akik folyamatosan irányították. Szedeli Márk, rendőrtörzsőrmester és Mocsári Dávid rendőrzászlós a mentés irányító utasításait követve megkezdték, majd egymást váltva folytatták az újraélesztést. A mentősök 10 percen belül megérkeztek, és átvették a súlyosan sérült, de akkor már lélegző férfi ellátását, majd miután állapotát stabilizálták, kórházba szállították. Az egyik hazai kereskedelmi és hitelbank szekszárdi fiókja egy ünnepség keretében adott át elismeréseket azoknak a testnevelő kollégáknak, akiket környezetük a legtöbb voksal támogatott, hogy az év tesi tanára lehessen. Sebestyén Jókai Andrea területi vezető, illetve a Magyar Diáksport Szövetség képviseletében Aigner Eszter adták át a jutalmakat. Vármegyénk díjazottjai Müllerné Kozma Zsuzsanna Várdomb, Alsónána Általános Iskola, Füredini Nikl Aranka, Paksi Bezerédi Általános Iskola, Bíró Alida, Cikói Percel Mor Általános Iskola. A dombóváriakon nem múlhatott a válogatott eredménye. Népszerű a szurkolói sátor, sokan drukkoltak közösen a nemzeti 11-ünknek. Mint sok más helyszínen, Dombováron is reménytelen ültek le az óriás kivetítő elé. Hajrá, magyarok! Ma megverjük a németeket 2-1-re, egy meccs előtt ezt kimerem jelenteni, úgyhogy biztos vagyok a sikerbe. Kell nekünk ez a győzelem, mert jók vagyunk, úgy gondolom. A házigazda ellen játszott válogatottunk a csoportmérkőzés további alakulása szempontjából fontos meccset a labdarúgó EB-n. Köszönöm szépen a polgármester úrnak, a Szilárdnak, meg az egész városnak. Ez nagyon úgy, én azt mondom, hogy itt még jobban összehoz bennünket, és hát ugye, mivel mi Horvátországból származunk, 91-ben menekültünk át, az egy kicsit úgy oda is húz a szívem, és előtte megnéztük a horvát meccset, ők az albánokkal játszottak, és most jöttünk ide, és akkor itten szurkolunk a magyaroknak, vagyis magunknak, mieinknek. Önfeledten szurkolhattak a Szabadság utca 18-ban kialakított bázison a dombováriak. Böcsök Zétén vagyok, nagyon keveset szeretnénk mondani, nem, semmi többet, csak azt, hajrá, magyarok! A kontinens viadal június 14-én kezdődött, és július 14-én zárul majd, és egy ország reméli, hogy a szerdai eredmény ellenére a továbbiakban úgy alakul a válogatottunk sorsa, hogy tovább folytathatja a versenyzést.
Lezárult a Felvidéki Mentor program második évada, amelynek záró és díjátadó gálájára június 19-én került sor Komárom-Szentpéteren. Ez a program a Felvidéken a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége együttműködésében valósul meg. Lényege, hogy a már befutott, tapasztalt nagyvállalkozók mentorként segítik az induló vállalkozásokat, átadva nekik tudásukat, piaci ismereteiket. Ennek második évadában 81 vállalkozó vett részt, közülük 28-an mentorként, 50-en pedig mentorátként. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Tolnok vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János gratulált valamennyi résztvevőnek. A Belügyminisztérium és az Országos Rendőrfőkapitányság pedagógus nap alkalmából azokat a tanárokat, oktatókat jutalmazta, akik a rendészeti képzésben kiemelkedően teljesítenek. Tolna vármegyéből 2024-ben Sommer Attila, a Szekszárdi Déli Agrárképző Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és kollégium oktatója érdemelte ki az Országos Rendőrfőkapitány elismerését. Az általa tanított diákok verseny eredményei nagyban hozzájárulnak az iskola hírnevének öregbítéséhez. Nem csak a szurkolók, hanem a kiberbűnözők is várják a nagy sporteseményeket, ugyanis ezek újabb csalási lehetőségeket nyitnak meg előttük. Az egyik informatikai biztonsági termékeket fejlesztő és forgalmazó cég szerint a csalók gyakran elhitetik az emberekkel, hogy jegyet nyertek az eseményre. Arra is akadt példa, hogy olyan weboldalakra irányítják őket, amelyekről kártékony programokat töltenek le az eszközeikre. Egy rendhagyó filmkészítő versenyt jelentett be a PTE-KPVK. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít már a videózásban is, most pedig a nevezők kiaknázhatják ennek lehetőségeit. A KAR minden projektjénél fontosnak tartja, hogy a fiatalok reflektáljanak a világot foglalkoztató meghatározó témákra. Innen jött az ötlet a mesterséges intelligencia bevonására. Szeptember 28-án lesz egy ilyen úgynevezett 24 órás filmmaraton, ami egy világverseny lesz, és ott már új kategóriaként megjelenik a mesterséges intelligenciával készített filmek, mint külön kategória ugye itt a játékban. A mostani program, ami ennek tulajdonképpen felvezetője, június 27-én lesz itt a Karon, és olyan szakembereket hívtunk meg, akik a mesterséges intelligenciával, pontosabban annak a médiára, a médiumokra gyakorolt hatásával, és a filmkészítésre, a videózásra gyakorolt hatásával foglalkoznak, illetve mutatnak be olyan programokat, amelyekkel ugye ezeket a mesterséges intelligenciával készíthető videókról szólnak. A legutóbbi szekszárdi 24 órás filmkészítő versenyen már született olyan alkotás, amiben a narrációt az Emmy segítségével hozták létre. Ez miatt gondolkodtunk el aztán azzal, hogy a rendkívül gyorsan képbe kerülő mesterséges intelligencia, hiszen csak néhány éve létezik, de már ugye bizonyos területeken, illetve nagyon sok területen ott van, akár legyen a zeneszerzés, én is tudok zenét csinálni mesterséges intelligenciával, meg filmet, meg ugye az ember utána néz, akkor műsorvezetőket, tehát narrációkat nagyon egyszerűen meg lehet oldani. És ugye itt a filmeknél ezek előbb-utóbb bejönnek, tehát rövid távon be fognak jönni, és mi ezeket az alkotókat, akik mesterséges intelligenciával dolgoznak, őket is szeretnénk bevonni ebbe a programba. Tulajdonképpen ezért most június 27-én délután itt a Karon lesz ezzel kapcsolatos felvezető. Szécsi Gábor, a PTE-KPVK dékánja szerint, bár sokan tartanak a jelenségtől, ha megtanuljuk jól használni, előnyt kovácsolhatunk belőle. Alkotótársként kell behívnunk, társként, partnerként, és akkor talán valamilyen módon igába tudjuk fogni ezt a lehetőséget, és nem fog eluralkodni fölöttünk. Mindennapi életünkben egyre meghatározóbb lesz az MI. A megmérettetés célja pedig, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy lehet annak lehetőségeit jól alkalmazni. Tekintsék meg a régió híreit! Dohány, luxusautó, pénz. 50 milliós illegális üzletet számoltak fel a pénzügyi őrök kereső kutyákkal. Belvárosi terek, parkok megújítása. Nyáron sem pihennek a terület képviselői. Egyetemi napok. Szakmai és családi programokkal is készülnek a szervezők. Harley, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szolgálati kutyája is aktív részese volt a napokban annak a tettenérésnek, mely során egy komplett csempész csapaton ütöttek rajta a nyomozók Baranyában.
A szállító, a megrendelő díler és egy potenciális vevő is jelen volt a szállítmány kipakolásánál, amikor meglepték őket a pénzügyőrök. A garázs kinyitásakor a nyomozók is meglepődtek az ott talált luxus jármű láttán. Egy Baranya vármegyében található kis községben csaptak le a NAV dél-dunántúli nyomozói a családja által is tevékenyen támogatott dohánydílerre. A szállító, a megrendelő, aki egyben a dohánydíler is volt, és egy potenciális vevő is jelen volt a szállítmány kipakolásánál. A nyomozók akkor ütöttek rajtuk egy Baranya vármegyei kis községben, amikor már félig szétcsavarozták azt a platós teherautót, amelynek a hátán a rejtek helyet kialakították. A nyomozás adatai szerint a megrendelő férfi nagy mennyiségben szerzett be egy úgymond saját szállítótól dohánytermékeket, amelyek adózás alól elvont magyar adójegy nélküli dohánytermékek voltak, és ezeket a termékeket saját lakcímén tárolta. Kiterjedt vevőköre részére jelentős haszonnal értékesítette a termékeket. Nem kispályás bűnözőről van szó. Jelentős mennyiségű dohány került elő a házkutatáskor. Keresőkutya segített a pénzügyőröknek, tudtuk meg a sajtóreferenstől. Az akció során mintegy 22 000 doboz különböző márkájú cigaretta és összesen 145 kg vágott dohány került elő. Ezek értéke, valamint a lefoglalt luxusjármű, az elkövetés eszközéül szolgáló tehergépjármű és a potenciális vevőjelöltnél talált pénzösszeg gyakorlatilag kiegyenlíti az elkövetési értéket, amely mintegy 50 millió forint. Élettársával élt együtt a díler, a szomszédban a 87 éves édesanyja lakott. Nem volt olyan helyiség, ahol ne találtak volna adózás alól elvont terméket a nyomozók. Az éléskamra befűt helyett cigarettával és dohánnyal volt plafonig feltöltve. A keresőkutya Harley orra elől a fürdőszobai szennyes kosárban és egy ruhásszekrény mélyen sem maradt rejtve a füstölnivaló. Az ingatlanok közös udvarában található garázsban ért a nyomozókat a legnagyobb meglepetés, ahol Harley nagyon ügyesen kiszagolta az elhelyezett, fekete, vastag zsákokba csomagolt és szivacsokkal elrejtett vágott dohányt, viszont ott a nyomozó egy komoly értékű luxusjárművet is találtak, egy Mercedes AMG típusú GT53-as autót. A nyomozás adatai kiderítették, hogy gyakorlatilag a férfi olyan extra profittal tudott ebben a bizniszben dolgozni, hogy abból ezt a járművet meg tudta vásárolni, ami viszont az igazi érdekességet adja, az az, hogy ez a díler gyakorlatilag 2003 óta nem nyújtott be SZIA bevallást, és 2009 óta nem rendelkezett bejelentett munkahelyen. Vagyis legális a forrásból származó jövedelme nem volt. Érdekesség, hogy a luxusautót az élettársa nevére íratta a férfi, a nőnek azonban nincs jogosítványa. A nyomozás különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és költségvetési csalás büntettek miatt van folyamatban. Ennek keretében 5 gyanúsítottat hallgattak ki a nyomozók, közülük pedig a szállító és a megrendelő dohánydíler már letartóztatásban vannak, mivel ezt a pécsi járásbíróság elrendelte. A NAV zéró toleranciát hirdetett az illegális gyártást, jogellenes kereskedelmet folytatók ellen. Ennek keretében pedig koncentrált erővel vív harcot a dohány és cigaretta fekete piac frontján. Az illegális cigaretta kereskedelem ugyanis a költségvetésnek súlyos károkat okoz, és a legális piaci szereplőknek is komoly bevételkiesést jelent. Ráadásul a bizonytalan eredetű termékek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, írja a NAV az ügyben kiadott közleményében. Élettel kell megtölteni a belvárosi tereket Pécsen. Ezt a feladatot tűzte ki maga elé a terület jelenlegi képviselője. Ennek keretében a Barbakán kert felújításába kezdtek bele. A politikus elképzelését követi utódja, aki már képviselő beiktatása előtt a pécsi belvárosért kezdett dolgozni. Munkagépek, munkások a pécsi Barbakán kertben. Ezt a területet akarja népszerűbbé, fontosabbá tenni a belváros mostani és a jövőbeni képviselője. Kővári János azt mondja, sok elképzelés volt a Barbakán hasznosítására, de ezek nem valósultak meg. A Barbakánban például a hátsó részben szerettek volna kutyafuttatót, szerettek volna játszóteret. Én ezeket mind előkészítettem és benyújtottam, és Péterfék nem engedték, hogy megvalósítsuk. Egyetlen egy dolgot sikerült itt elérni a Barbakánba, amiben nem tudtak beleszólni, csak a választás utára időzítették,
hogy a Barbakánnak a felújításához a képviselői keretemből adtam pénzt, és vittük végig ezt a folyamatot 3 éven keresztül a műemlékvédelemmel, hogy mit lehet csinálni. A politikus képviselői keretéből 12 millió forintot költ a Népszerű Park rendbetételére. A járdát és a kerítést teszik rendbe most. Kőveri János azt mondja, annak idején programjában fontos szerepet kapott a belvárosi terek újbóli felfedezése. 5 évvel ezelőtt, amikor a belvárosnak a képviselőjének választottak, akkor azt a szlogent adtam én a kampányomban, a brosúrában is, hogy a belvárost élettel szeretném megtölteni. Már akkor el is kezdtem ezt a folyamatot azzal, hogy a lepukkant, lerobbant, kiüresedett tereknek megpróbáltam új funkciót találni a helyiek bevonásával. Ezt a munkát veszi át októbertől Marsalkó Péter. Az elsődleges vágyam mindig az volt, hogy a Pécsvárosnak a központiságát átvinni egy olyan fajta területté, ahol lehet szabadidőparkot csinálni, ahol a gyerekek játszhatnak, ahol kiállítást lehet rendezni, ahol a képzőművészet és gyakorlatilag a fotóművészetnek lenne egy nagyon nagy tere. A másik része pedig az, hogy ennek a kertnek megadni a kulturális varázsát. Tehát szeretném ide behozni azokat a fajta pécsi otthon, vagy titokban, vagy zeneiskolákban, művészeti gimnáziumban levő művészeknek adnék itt teret. Tehát elsődlegesen a fiataloknak a felfedezését és a fiataloknak az elindításának a terét szeretném itt elképzelni. A képviselők azt mondták, hogy nem vártak őszig, amíg leteszi az esküt az új összetételű pécsi közgyűlés, hanem már most megkezdték a munkát. A Barbakán teljes megújítására 3-400 millió forint kellene, hogy az itt élők kéréseit megvalósíthassák. A politikusok szerint a képviselői többségük erre lehetőséget biztosíthat októbertől. Szakmai és családi programokkal is készülnek a szervezők a Kán Egyetemi Napokra. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza a Magyar Mezőgazdaság Kft.-vel együttműködésben és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége szakmai partnerségével szeptember 27-e és 29-e között ad otthont a Dél-Dunántúl legnagyobb agrárkiállításának. A programra több ezer látogatót várnak. 40 ezer érdeklődőt vonzott tavaly a Kán Egyetemi Napok, amely a térség legnagyobb rendezvénye, mondta az idei programokat ismertető sajtótájékoztatón Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Egyetlen egy kiállítás sem foglalkozik olyan mélységekig és alaposan az utód generációval, a fiatal generáció megszólításával, mint a Kán Egyetemi Napok. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem megalakult, akkor indítottuk el a Mate udvart, ami tulajdonképpen az egyetemet mutatja be, az egyetemen folyó tudományos oktatás, innovációs tevékenységet a közvélemény számára is emészthető formában, a fiatalok számára is befogadható formában, hiszen ennek pontosan az a célja, hogy megismertesse, bemutassa azokat az új tudományos eredményeket, amelyeket a gyakorlatban, a mindennapi gyakorlatban használunk, és ezeket ismertessük meg, és szólítsuk meg azokat a fiatalokat, akiket itt szeretnénk üdvözölni az agrárfelsőoktatásba. A fiataloknak, köztük a szakiskolásoknak és a felsőoktatásban tanulóknak is több programmal készülnek a Kánon. Ismét megrendezik az egyetemisták számára a gazdászversenyt, újdonságként pedig tenyészállatfelkészítő versenyre is nevezhetnek a diákok. Bevonjuk a fiatalokat, a diákokat is, mégpedig olyan módon, hogy a tenyészállat felkészítő verseny a diákok közreműködésével, sőt irányításával zajlik, hiszen egy elméleti felkészítés után ők fogják kiválasztani azokat az állatokat, amelyeket majd a kiállítás keretében fogunk bemutatni. És ez egy verseny, tehát egy olyan verseny, ahol a bírálás során az állat és a diák párosát fogjuk elbírálni, versenyeztetni. Nagy öröm számunkra, hogy az egyetemről jó néhányan jelentkeztek. A 15 diák jelentkezett a Szent István kampuszról, 7 a Kaposvári kampuszról, 4 a Georgikon kampuszról, és a felkészítés már folyamatosan zajlik a gyakorlatban, a térség tehenészeteiben, ahonnan ki tudják választani a fiatalok, illetve a fiatalok segítségével azokat az állatokat, amelyek a sóbírálat során bírálatra kerülnek. A szakmai programok között a nyúltenyésztés, a halászat, a takarmányozás és a szarvasmarha tenyésztés aktualitásai is helyet kapnak, de a klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt hatásáról is hallhatnak az érdeklődők az idei Kánon.
A háromnapos programon a családokra is gondoltak a szervezők, ezúttal is megnyílik majd az Élményliget. A kisgyermekek számára számos programmal próbálunk kedveskedni. Idén is lesz arcfestés, kézműves foglalkozások, lesz szalmarabirintus, fölépítjük a nagy sikerű Jurtafalut, és ez a helyszín lesz a kiindulási pontja az évek óta nagyon-nagyon népszerű mesetérképnek. Továbbá az Élményliget színpadára színvonalas programokkal készülünk. A Kánon rendezik meg a Somogy vármegyei vadásznapot, amelynek keretében vadfőző versenyre várják a csapatokat. Idén először pedig a Kán keretén belül adnak otthont a 48. országos halfőző versenynek. Idén is berendezzük a helyi ízek utcáját a Nemzeti Agrárkamara Somogy vármegyei igazgatóságával, illetve a Magyar Nemzeti Vidék Hálózattal közreműködve, ahol a helyi termelők mutathatják be portékáikat, termékeiket. A rendezvény ideje alatt a Fedeles Lovardában is kínálnak majd programokat, itt ad koncertet Rózsa Magdi is. A Kán idején ingyenes buszjáratokat biztosítanak Kaposvár belvárosából a szervezők. Az általános iskolák első osztályos diákjai pedig idén is ingyen látogathatják az eseményt. A Kán egyetemi napok szakmai és családi programokkal szeptember 27-e és 29-e között várják az érdeklődőket. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Felhatalmazás. Átvették megbízó leveleiket Szekszárd megválasztott önkormányzati képviselői. Vállalkozói fórum. Az online marketing hatása a piacra. Dombóvár. A labdarúgó EB szurkolói sátorban kicsik és nagyok együtt drukkoltak. Mesterséges intelligencia, mint alkotótárs. Pénteken erősödik a hőség. A napi középhőmérséklet délen ismét 27 fok fölé várható. Napsütéses, gyengén fátyol felhős égkép lesz jellemző a nap túlnyomó részében. Késő este éjjel a Dunántúl térségében fordulhat a felélénkülő szél északira, mellyel egy időben északon és nyugaton kedvezővé válik a légkör helyi, kis körzeteket érintő záporok kialakulásához. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!